Szevasztok, üdvözlöm mindenkit ezzel a szép napon, reggelen, délutánon, kész van, képzel el, kész van a hajó, úgyhogy most visszük a vízre. Levettünk sok mindent róla, felraktuk ezeket a, majd mindjárt megmutatom miket, úgyhogy ha neki megy valaminek, akkor ne ütődjön meg annyira, nem tudom, hogy mindenkinek bójáknak, nem? Na mindjárt, úgyhogy most velünk az autóba, és visszük a vízre, ugyanis jön a vihar, úgyhogy reméljük, hogy nem fogunk megházni, de na mindjárt, ma meglátjuk. Fúj a szél, de kész a hajó, mert van a kukám is, aki segíteni fog. Körülbelül ilyen 5 perc, 10 perc, még annyi sincs, hogy nét a kikötőval megyünk. Szervusz! Szervusz! Megérkeztünk, leraktuk a hajót a vízre, nagyon fúj a szél, úgyhogy valószínűleg beszélni ma nem tudok, de mutatom, hogy merre megyünk, mert amit ugye a kamerán keresztül, és körülbelül ilyen 5-10 perc, nét a kikötő a vízről itt leraktuk, úgyhogy na minden, apukám ott vár, úgyhogy induljunk. Megérkeztünk, itt vagyunk a kikötőbe, úgyhogy sem mutatom neked, hogy hol ártunk meg, vagy hol a mi kikötőnk, a csónakot itt nézegetjük, és eddig még nem süllyedtünk el, de a hátuljában itt bent, hátul, már ott, képzeld el, van víz. Nem néztem meg, mielőtt elindultunk, de ez a szőnyeg vizes volt már tegnap is, én azt mondom, hogy esővíz, legalábbis nagyon remélem, hogy esővíz és nem sós víz, mert hogy a sós víz, és ennyi víz bejött, akkor reggel el fog süllyedni a hajó. Hogyha esővíz, akkor semmi baj ugye, mert majd ki kell szivattyúzni, de nem tudom, én nem néztem meg. Mindegy, kikötöttük, így segített valaki kikötni a hajót, ugyanis nem tudtam, hogy kell kikötni, meg ide-oda, meg mindenfelé. Mindegy, megmutatom, hogy hol vagyunk. Itt van apukám megint. Itt álltunk meg. Milyen is ez a mi kikötőnk. Hoppá! Itt van ilyen sok szép hajó. Onnét jöttünk be arról a vízről, és ez egy ilyen csatorna, itt egy híd. És arra kell kimenni ugye az óceánra, sok mindent nem lehet látni, csak itt egy hajó. Aztán itt egy másik, itt a mi deckünk. Ott a vége. És tele van ilyen valamivel, látod, nereire ki van kötve. Na itt vagyunk, kijöttünk, így néz ki, úgyhogy most elindulunk hazafel, onnét jöttünk végül is. Ott a hajunk, ott a mi kikötőnk. És itt sorba áll mindegyik. Nagyon fúj a szél, jön a vihar. Ott megyünk ki, nem? Vagy merre megyünk ki? Arra megyünk. Na itt elállt a szél. Ugyanis bejöttünk ide, itt kell kimenni. Visszanyom az autóhoz. Hát itt a recepció. Ahol most nincs senki, ugyanis vasárnap van. Mi nálunk ez a videó vasárnap készül. Hoppá, majdnem itt leesünk a lépcső. Az autó, ahol leraktuk a hajót, az egy ilyen 5 perc gyaloglás. Minden 5 perc gyaloglás, 5-10 perc gyaloglás. Régi MX-5-ös. Szép kép. Már nekem nem tetszik. Még mindig sétálunk. Nem sokára odaérünk, ott raktuk le szembe a hajót. És onnét jöttünk. Ami itt van egy ilyen szálloda. Látod, egy ilyen másik kikötő. És ezek azok a nagy fehér házak, ahol kiszoktunk menni jetskivel a híd alatt. Nem tudom, ki emlékszik rá, meg ki nem. És attól az én kikötőm itt van, a nagy fehér ház mellett, ott pont a túloldalt. Na, meg vagyunk! Képzeld el, közben én hazamentem, lezvanyoztam, kicsit pihentem, és visszajöttem. Kezd lemenni a nap, az eső még mindig nem esik, most elkezdett csöpörögni, de nagyon felős az idő. Ami korábban, képzeld el, egész nap ilyen jó idő volt.
így délutára, mire mi lehoztuk a hajót, szokás szerint, hogyha vízre akarsz menni hajózni, akkor tudja, hogy nagyon fúj a szél, nagy vihar lesz, vagy esni fog az eső. Holnapra esőt mond, bár erre számítottam, amit lesz hajónk, ugye tudja, hogy esni fog az eső, de majd elmegy. Ahogy visszajöttem ide a hajóhoz, kettő dolog érjettem vissza, az egyik az, hogy megnézem, hogy megvan-e még, nem három ér, a másik nem esüljett még el, megnéztem a víz, még mindig benne a víz, úgyhogy szerintem ez esővíz, ami benne a hátuljába, majd holnap ki fogom szivattyúzni, valószínűleg, hogy holnap után ott fogja, mekkora vihar lesz, meg elfelejtettem lemérni, ugyanis a szélét le akartam mérni, mert akarok rávenni egy ilyen ezt a nem ilyen ponyvát, hanem ami megvéd a naptól, ugye a hátuljára, amit így ki lehet nyitani, meg össze lehet csukni, és biztos, hogy láthatok olyat, de majd megmutatom. Azért akarom megvenni ma, ugyanis holnap lejár az akció, vagy ma éjszaka lejár az akció, és elfelejtettem lemérni. De közben megnyitom az autót, aztán megyünk haza, de lemértem, hogy jó, hogy nem vettem meg, mert képzeld el, nagyobb a hajónak a szélessége, mint amire számítottam. Tehát pici a hajó, de nem olyan picike, ugyanis ugye ilyen első ránézésre azt mondják, hogy jaj, de pici ez a hajó, azért gondoltam, hogy nekem a kisebbik, ez elég lesz, hogy ez a kisebbik, ez a takaró, vagy minek mondják, nem takaró, ilyen fém a váz, és a tetején van ilyen takaró, majd meglátjátok. És még szerencsé, hogy nem vettem meg, gondoltam, hogy azért visszajövök, és biztosan biztos levérem, és nagy, tehát amint rajta vizen, még nem a nagy hajók mellett, ugye, de amint rajta vizen, ugye elég nagy, nagyobb, mint ha mondjuk a kinn áll az utánfúton, ugye az autó mellett, ilyen nagyon picinek nézett ki a hajó, nem tudom, hogy ti mit gondoltok róla, de ugye az utánfúton ilyen kis picikének nézett ki, de amint rajta vizen, ugye elég, úgy nagyocska, kényelmes, rá is reméljük, hogy az lesz, de na minden, meglátjuk, ugye most jön a takarítás, meg a rendberakás, ugye az autónak, a hajónak a rendberakás, közben mutatom, merre megyek. Erre valamerre, nézd, elkezdett csöpögni az eső. Te, nézd, ott a régi autó, itt jobb oldalt, láthatod? Szép régi. Na minden. Most hazamegyek, és megnézem, hogy mit csinál a család. Hazaérkeztem, képzeld el. Megmutatom, hogy miről beszéltem erről a hajóra, amit ugye akarok vásárolni, amit lemértem. Mutatom. Erről, látod, ilyen bimini topnak hívják angolul. És várj, kicsit lejjebb megyünk. Ebből van különböző méretű. Innétől idáig kellett ugye lemérni a hajót. És 1,7 méter a szén szélességem, ugye ahol akarom rakni. Van 1,3-as, 1,5-ös, meg nagyobb is. Úgyhogy ezt most meg fogom vásárolni. Mert az akció le fog járni ma éjfélkor. Na, milyen sárga lettem attól a lámpától, nem? Vagy csak a kamerán lehet csak úgy látni. Meg is kéne borotfálkoznom. De! Na mindegy! És ugye most gyorsan iszok egyet, aztán megnézzük, mit csinál Lucas. A Davis az most fog vacsorázni. Na szárvusz! Na jelzed, mit nézel? Egy filmet. Volt valami itt az iCloud-tól. Mi volt ott? Én nem tudom. Nem tudod? Milyen filmet nézel? Egy filmet. Egy filmet az. Az nagyon jó. Egy filmet. Hol? Netflixen? Ja. Jó, rendben. Nem, spoilers! Ha te akarod látni ezt a filmet, te nem tudod látni. Videót feltöltötted már? Oké, az egy long story. Én akartam feltenni. De amikor én feltettem, én deleteltem a file. Ne töröltöd a videót közbe. Ügyes voltál. Ja, nagyon ügyes. Kezdheted újra. Ja, én nem tudom mikor kijön mostan. Szerintem maybe pénteken, én nem tudom mikor kijön mostan. De mindig kijön, az 100%. De csak fel kell tölteni. Tudom! Ja, majd én fel... De tudod, hogy most lózik? Majd én feltöltöm neked, akkor meg a másikat be kell fejezni, és a pénteken is filmezett. Ugye pénteken? Ja. Akkor mentünk moziba, és a videót nem fejeztük be, vagy nem fejezte be, mert lenőlt az akkumulátor a kamerába. Úgyhogy még azt is be kell fejezned. Na minden, hagylak, hadd nézzél a filmet, mindjárt vacsorázunk, amit rendben. Oké. Na, én még ezt a mai videót itt befejezem, most már tényleg semmi érdekeset nem fogunk csinálni, holnap megint munka, ugye szokás szerint, aztán megyek majd a hajóhoz, és megnézzük, hogy mi van a hajóban. És képzeld, találtam egy ilyen békatalpat a hajónak a hátuljába. Sok mindent bent hagytak, át kell nézni, hogy mi van bent, hát valami kincset hagytak, mert nem hiszem, hogy valami értékes dolgot ugye bent hagytak, mert sose lehet tudni. A békatalpam úgy jó, ugyanis akartam venni, bár hogyha veszel ilyen pipát, ezt a szemüveget, akkor jön békatalpa is.
pipáltad meg szemeket, aztán találtam csak békatalpat. Na ugye, más nem jó lesz úszni a Lukasznek, vagy valakinek. Bár ilyen felnőtt méretű, úgyhogy nekem. Vagy apukámnak, vagy az öcsémnek. Úgyhogy majd megyünk hajózni, amint ki lesz takarítva, jobb lesz az idő, ugye nem fog esni. Már most már jó időt mondanak jövő héttől, vagy jövő hét után. Elmegy ez a csúnya felhő, még az esőzés állítólag, ugyanis holnap, meg holnap után, meg lehet, hogy azután ilyen elsős, felhős idő lesz. Úgyhogy azért a hajót lehet takarítani belülről, most bezárom magam, aztán kitakarítom. És nagyon gondoljátok ide a videó alá, írjátok meg, hogy mit szóltok a hajóhoz. Tetszik, nem tetszik? Ha ki lesz takarítva, meg rendben lesz rakva, akkor ez azért szebb lesz. Most ilyen, ilyen kicsit koszos, de láttátok. Na ide, ezt a videót én is befejezem. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggel, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!